Nem jött el az illető a randira, és ez szerintem cikis helyzet. Egy ilyen nővel nem randiz, de és utána volt alkalma ezt megmagyarázni, vagy leírtad azonnal? Hát üzenetben igen, de egyébként nem kezdtem el egy ilyen nagyon hosszú szöveget írni, hogy fú, ezt hogy képzeled, stb. Hanem csak annyit írtam, hogy szép voltál, pont, és ezzel úgy gondoltam, hogy akkor ez így le is van zárva. Utána nagyon szerette volna ezt a randevút, hogy megvalósuljon, és nagyon... Mivel magyarázta, hogy ezt elszalasztotta, ezt a lehetőséget? Dolgozott, és nagyon-nagyon korán kezdett akkoriban a rádióban, és elaludt. És én ezt így megpróbáltam elfogadni, de úgy voltam vele, hogy ha most ez bárki velem megteszi, akkor ez így nekem nem fér bele. Szóval, hogy ez nekem cikis helyzet volt valójában tényleg. Tehát, hogyha úgy indul eleve, hogy ilyen vesztes helyzetből, akkor igen. Később... Uh-huh. Igen, de utána én ezt úgy fogtam fel, hogy egy ilyen véletlen folytán összefutottunk, találkoztunk, tehát mint hogyha a sors akarta volna úgy akkoriban, és akkor úgy nagyon-nagyon szeretett volna még egy randevút, és akkor úgy belementem, és akkor már a 6 óra megbeszélt idő pont a 6 óra volt, és 17:30 volt ott, és jóra sikerült, úgyhogy... És úgyhogy lett is volt egy kis helyzetem, tessék? De akkor lett is belőle utána kapcsolat? Igen, meg egy gyerek is. Akkor jól sikerült. Minden jó, a vége jó. Hidd el. Annyira nem volt ciki. Mondtam, hogy jól jött ki erre a kérdésre ez a válasz, de egyébként nem hoztam volna szóba. De egyébként majd igen. Én.